Sziasztok, én Laci vagyok, és ez itt a Game Geek. Hát egyszerű, hogy miért indult ez a videó. Magam sem hiszem el, hogy ilyet kell felvennem, és az sem, hogy ilyen közönségem van. Azt sem hiszem el, hogy itt van mellettem ez a gép. Pedig itt van. És hát engedjétek meg, hogy én most erről egy picit beszéljek. Beszélni fogok a technikai információkról és minden egyébről, amit úgy gondoltok, hogy fontos egy géppel kapcsolatban, de szeretném átadni egy kicsit a történetét és a mögöttes tartalmat ennek a dolognak. Ugyanis ez egyáltalán nem egy mindennapos dolog, ti egyáltalán nem egy mindennapos közönség vagytok, legkevésbé sem. És az sem mindennapos, ami történik velünk. Ugyanis rengetegszer lehet hallani, hogy ez a csatorna ez meghalt, föllángolt szó szerint, szinte nem érdemes vele foglalkozni, nincsenek nézői, semmi értelme, és akkor ott van, hogy van 15 GG tagunk már, ott van, hogy ilyen dolgok történnek, és hogy ilyen jó emberek vannak itt. Mert nem mindig a mennyiség a lényeg, néha a minőség is. És később én úgy gondolom, hogy ez majd szépen lassan épül. Mert ezt nem lehet gyorsan építeni sajnos, ezt csak lassan lehet építeni. Sok 10 évvel rendelkező YouTube társam is tudja ezt, ez csak lassan épül. És a mai világban még lassabban épül, igazán, mert teljesen megállt a rendszer. Rengetegen mondták, hogy a francnak szarakodsz itt, menj el Twitchre, 100 emberből már megérsz, és milyen jó leszel, meg minden. És itt ez a YouTube. Hát én valamiért kitartok, és úgy gondolom, na mindegy, nem akarom nagyon lelkizni. Úgy gyerekek, ne haragudjatok, de nehéz ezt így összeszedni. Nem mondhatom el a nevét annak, aki ezt intézte. A Nick nevét elmondhatom, és valamilyen szinten ismeritek is, ugyanis 11 Hammer, ő egy GG tag, úgymond Game Geek szponzorátor, szponzorációs, támogatós tag, aki annó még, amikor vadásztam egy i7-es processzorra, ugyanis az én régi gépemnek az alapjában a legfejlettebb processzor, amit bele tudnék rakni, az egy i7-4770. Ugye az alaplap szokáta miatt annak, hogy az egészet ki kéne belezni, mindenki tudja, hogy kell gépet építeni. Kicsit szét vagyok. Tehát, hogyha cserélni akarod ugye a procit, akkor már cserélni kell az alaplapot, mert általában muszáj, és akkor már hozzányúlsz minden máshoz, akkor már RAM, egyéb, mindent meg tudjon futtatni, úgyhogy az egészet kell mindig belezni, és próbáltam azt, hogy a legkisebb ráfordítással a legjobb minőséget tudjak nektek adni, és ez a proci csere lett volna egy kis lépése, és ő azt mondta, hogy tud szerezni egy proci alkatrészt, ráadásul utána megfejelte abba, hogy ezt ajándékba adja nekem igazából, mert ő innél külföldön, Norvégiában dolgozik, aránylag sokkal jobb körülmények között, mint ahogy itthon megengedhetné, ugyanabban a szakmával természetesen, hát egy külföldi munka, majd erről is beszélünk, majd később. És a lényeg azt mondta, hogy szerez egy ilyen procit. Hát én nagyon örültem, eljött a dátum, hogy ugye megyek majd a cuccér, mert ugye jön haza, és egyszer csak mondja, hogy hát figyelj, mert lenne egy meglepetés, meg ilyen olyan, és küld nekem egy gépet, már itt küld nekem egy képet erről a gépről, meg egy listáról, ami úgy benne van. Na most tudom, hogy mindig ezt kéne beszélnem, úgyhogy készültem egy ilyennel, elneveztem ezt a kis vörös ördögöt a Game Geek csapat PC-nek, ha szabad így megengedni, mert ezt ti osztátok össze. És akkor küldött egy ilyet, hogy igazából úgy volt, hogy proci, de hogy ezt küldeném. Hát én nem hittem el. Mármint tényleg, tehát hogy no way. Miért? Hogy? Hogy jött abból, hogy van egy alkatrészed ez? Hú, és akkor utána elmondta a hátsó sztoriát, hogy hát igazából úgy volt, hogy meg akartam menni ezt az alkatrészt, lefoglalózta. Viszont elfogyott. Mármint amire ment volna oda, már eladták. Úgyhogy nem tudott mit csinálni, és hazaszólt egy ismerősének, akit külön ki szeretnék emelni, Nagy Gábornak. Köszönöm neked, Gábor, ugyanis... És itt jön az igazi Game Geek közönség, ugyanis Gábor fia néz engem, vagy legalábbis néha néz, vagy nem tudom, én úgy tudom, hogy néz engem, úgyhogy ifjabb Nagy Gábort is üdvözlöm. És emiatt is kapott egy kis kedvezményt, és ráadásul Gábor ebben foglalkozik, és rohadt jó gépet rakott össze, gyönyörű a kábelezés, minden, majd mutatok rá egy kis nittet, de tényleg gyönyörű, és jó rakta össze, látszik a szakértelme, látszik az, hogy árérték arányban összerakott egy olyan gépet, ami nekem pont kell, meg amit igazából ki lehetett hozni, gondolom egy bizonyos összegből, és nem is akarom összeadni, bele sem merek gondolni, hogy mennyibe került ez a gép. És Gábor ezt összerakta, odavitte Hammernek, és Hammer 11 ilyenvel fogadott, hogy szia Laci, figyelj, én sem bontottam igazából ki, mert itt van benne a doboz, minden, gari levelekkel, stb. Hát, tessék, itt a géped. És én így,
Mondta, hogy azért nyissuk ki, mert lehet, hogy kő van benne, vagy bármi, tényleg még meg sem nézte, de beszarok. És hát nem tudok erre mit mondani, tehát tényleg az, amikor alkatrész után kutatsz, nem akarsz sokat belevetszölni, mert hogy azért támogasson, tehát hogy menjen az egész, és támogatnak egy ilyen dologgal, hogy eléd állnak egy PC-re, hogy Laci, te videózol, én ezt szeretném támogatni, itt egy számítógép. És hozzá kell tenni, hogy különben Hammer 11, 11 Hammer, nem tudom, hogy előre vagy hátra írod a számot, ő egy magyar srác, tök jószívű, itthon tök szarul keresett, normális, becsületes munkából, kiment Norvégiába, ahol gyakorlatilag az életminősége 14 ezerszer több, vagy 3 ezerszer, és hát nem is tudom összehasonlítani, hogy hányszor többet keres, és minden, és igazából ugyanazt csinálja, és boldogan él. És azt mondja, hogy passzus, igen. És megértem valamilyen szinten, és azt mondja, hogy ő megteheti, átérzi azt, neki is volt olyan helyzet, amikor nem volt pénze gépére. Ja, és persze egy dologgal bombáz, hogy ők nagyon keményen nyomják a Tarkovot. Úgyhogy itt ez a gép, és Laci, most már nincs kifogás, hogy játszanod kell egy Tarkovot. Minimum velünk, aztán talán videóba is meg live-olni. Ez a minimum. Ez a minimum, már azonnal. Veszem a Tarkovot, csinálom a fiókot, szuper alfa, izé realisztikus orosz shooter. Nyomjuk és csináljuk, beszarok. Tehát ez a gép itt, és ráadásul nem csak az, hogy nézzétek meg, egy i7-es videókár, vagy na, egy i7-es proci, amit szerettem volna, kaptam mellé egy fejlettebb alaplapot, tehát hogy tudom még fejleszteni is a gépet, kaptam mellé egy GTX 1070-et, nekem 960-an van, csak úgy mutatom, tehát hogy ez lett volna a videókárt, amit így összeírtam volna magamnak, de különben senki nem mutatta meg, még nem is posztoltam, hogy ha építenék egy gépet, akkor árértékben valószínűleg ilyet vennék bele, hogy kicsit jobbat tudjak live-olni, streamelni, egy gépen tudjam a Discordot üzemeltetni a játékkal együtt, tudjam üzemeltetni a játék, mert a böngészőt ugye a proci ne halljon meg. Különben van benne egy Cooler Master Masterbox Lite 3.1 van benne, az maga a ház, gyönyörű, én ilyen piros szettel kaptam, szép ilyen piros világít, van benne két RGB ventilátor, 500 giga HDD, 128 giga SSD, egy 550-es táp, 8 giga RAM. Gyakorlatilag annyit kell csinálnom, hogy az én gépemből kiveszem a 16 giga RAM-ot, vagy ebbe veszek egyet, berakom azt, és tökéletes, mindenre jó. Pontosabban például pont azért vettek 8 gigát, mert tudták, hogy az ennyiben legalább 80 rakjam mellé, és kész. Úgyhogy mindenre gondoltak. Én nem tudom meg, és nem hiszem el, hogy ilyen közönségem van, de mégis van, és így étezik, és itt vagytok. És már nem tudom, tehát próbáltam azt, hogy ne lelkis legyen ez a videó, de ez csak lelkis lehet. Tehát ilyet nem tudok máshogy bejelenteni, hogy odáll elém valaki, és azért azt mondja, hogy figyelj, Laci, nézem a videóidat, sajnos különben csak a háztűz óta ismertelek meg én is. Nem sok embert nézek, de te köztük vagy, és tessék. Úgyhogy ennyit akartam mondani. Az a minimum, hogy ezt így videóba bejelentem, és megmutatom. Sajnálom, hogy nem mondhatom a nevedet, viszont pontosan tudom, hogy ott leszel a GG találkozón, és amiért fejlesz pluszba vidékből, bőrről, úgyhogy én is készülök legalább egy kis aprósággal, amit remélem elfogadsz, úgyhogy nem fogom postázni, hanem ott fogom neked odaadni. Úgyhogy aki kezdet akar rázni a Game Geek csapat egy kiemelt tagjával, az mindenképp jöjjön, de természetesen minden tag ugyanolyan fontos a szememben. Nem is, engem nem a pénz érdekel, sőt, ha lehet, inkább lebeszélek titeket arról, hogy donateljetek, az nem a ti dolgotok, a tagság előfizetés, támogatás, Patreon, ez nem a nézők dolga. A nézők dolga az, hogy megbízzanak a videósba, a videós nyárulja el őket, és a videós dolga meg az, hogy a szponzorokból kifacsarja a lét, a cuccokat, és lehetőleg hasznot termeljen a közösségének, akár kedvezményekkel, akár diszkont szinten, akár bármivel. Én legalábbis nekem ez a felfogásom, ezekhez még nem tudok mit szólni. Sajnos nem tudok ehhez mit szólni. Úgyhogy nyomjuk. Ja, és icipicit kiegészítve, ezért van az, amit próbáltam hírezni, de annyira nem ment át, hogy ez a 7x7 stream, amikor ugye próbálom azt, hogy ha minden nap edzek, akkor minden nap streamelek, és igazából ez a hét a régi géptől való elbúcsúzás, és pakolunk át az újba. Vannak terveim, túl sok tervem van, hiszen az ölembe pottyant egy új gép, amivel mindent tudok folytatni, amit
ami miatt gyakorlatilag megtörtént a PlayStation vásárlás is ilyenek, mert egyszerűen a régi gépen már nem tudtam volna úgy videót felvenni és streamelni, úgyhogy azért váltottam főleg PS-re, és azért látok PS streameket, meg azért láttatok egy ideig nagyon sokat. Gyakorlatilag onnantól kezdve a Gears of War 4 megállt, mert egyszerűen azt hittem, hogy már benne voltam a nagy streamelésbe, és elkezdtem streamelni, és úgy röccent, mint a szar, és már nem tudtam adni képet nektek. Azóta van az, hogy gyakorlatilag PC-vel nem tudok játszani semmit onnantól kezdve, mert játszani tudok, csak nektek megmutatni nem, és ebben viszont meg fogom tudni mutatni. Úgyhogy hát köszönöm szépen, hogy itt vagytok, köszönöm szépen, hogy vagytok nekem. Ez a videó is egy kicsit hosszabb lett természetesen. Remélem a leírást meg tudtátok nézni, beírom a leírásba is a gépadatokat, és hát nehezen tudok még erről beszélni, bevallom őszintén, kerülgetem mint valami gyilkos itt a szobába, nem hiszem el, hogy itt van, tehát így próbálom néha, hogy hát ez bizony, és tényleg egy gép, és izé, majd lassan oda bekapcsolom, ráköteköm, megnézem, és nem merem elhinni, hogy ez így van, és ez azért van, mert hogy én valamit csinálok a neten, ami különben értékelhetetlen, szerintem 3000-szer jobb minőségnek kéne lennie, mert még mindig ott vagyok, hogy túl sok a stream a csatornán, és én azt nem tartom igazi tartalomnak, hogy az én játék időmet, tehát gyakorlatilag az én kis saját hobbimat kistreamelem a világba, és abból minél több felületen csinálja belőle hasznot, mert ez a játékidőd megmutogatása, akár a kamerát is levehetnéd, mert a manapság a gameplay tartalom erre ment, viszont a vlog irányába se akarok elmenni, mert az meg ugye full vlog, és az meg más. Valahol a kettő között kéne, hogy igen, gamer vagyok, dobálj kővel, de akkor is az vagyok, és igen, szeretnék mással is foglalkozni. Az időbeosztásom borzasztó, és ezt ti is tudjátok. És csábít az a hülye stream gomb, mert csak meg kell nyomni, és ott vagyok. És nem azért, mert én tudom mutatni, ahogy így kettőt ugrok a Super Mario-val, meg négyet lövök a kódba, hanem azért, mert könnyebben ott vagyok veletek. És ez a mérgező a streambe. Olyan gyorsan ott lehetek veletek, ahogy csak tudok, egy kattintásra, és ez viszont a tartalom rovására megy, ezt meg kell tanulnom, de attól még ez egy nagyon jó funkció, csak jól kell vele bánni, megélni. Ne a nappali kistreamelése legyen, mert annak hosszú távon szerintem nincs értelme, de ez már másik dolog. Erről már nem kell beszélni. Hammer 11, nem tudom annyiszor megköszönni, amennyiszer ebben most kihúztál. Nem húztál ki a szarból, hanem inkább úgy mondom, hogy ebben ilyen hatalmas nagy rúgással előre rúgtad a csatornát, és előrébb vagyunk. Egy tános csettintés alatt. Jött Hammer, hozta a gépet, lerakta. Tános csettintés, megy a csatorna. Sziasztok! Imádlak titeket! Köszönöm szépen, hogy itt vagytok mindannyian. Nyereményjáték, hát ha visszatok adni valamit, osszátok a dolgokat. Nyerjetek sok mindent, próbálok minél többet szerezni. És lehetek ott a Game Geek találkozón. Oda is hozok mindent, amit csak tudok, jó? Érdemes lesz ott lenni. Menjetek visszajátszani. Sziasztok, és köszönöm még egyszer.